Hát, hölgyek, urak, üdvözlünk mindenkit a rockpagodába. A mai áldozatunk, elnézést vendégünk, Zinfield zenekar. Zinfield zenekar. Zinfield zenekar. Köszönöm szépen, hogy elvállaltátok és eljöttetek. Hát, hölgyek, urak, üdvözlünk. És ez a Wikiblack Media, Wikiblack Brand, rockpagoda, ki vagy te riportsorozat részeként készülő riport. A mai riporteretek én vagyok, Szabó Laci, ami Viki nem talál új vagy más riportert és vagy férjet. Ahogy mondtam, ez egy casting helyzet, tehát folyamatos kihívásban élem az életem. Uram, először kérnék szépen egy bemutatkozást. Sziasztok, én Fekete György vagyok, az énekes és gitáros zenekarnak. Sziasztok, én Takács Máté vagyok, és a basszus gitáros vagyok. És a másik 50%? A másik 50% van egy dobosunk, a Tibor Ferenc, és van egy szólógitárosunk, ő pedig Pálinkás Balázs. Sajnos nem tudott eljönni, a zenekar legjobb barátja, pedig nagyon szívesen beszélgettünk volna a hátulütővel, de hát így ezt majd alkalomattán bepotoljuk. Az lenne az első és nagyon frappáns kérdésem. Az nálatok koncepció, hogy ilyen felállásban játszotok? Igazából ez nem volt előre kitalálni, hogy milyen felállásban játszunk, így alakult. Én már előtte is énekes gitárosként tevékenykedtem másik zenekarban, alatt nem akartam a gitárot, és az erőstőmet, viszont a gitározás nekem az kevés magában, úgyhogy én a kettőt együttművelem. Fölvetettél egy dolgot, amit most megkérdezek, ez pedig az, hogy a dalokat te írod, vagy közösen írjátok? A dalok igazából, hogy népdol metált játszunk, magyar népdolokat dolgozunk föl, így 60-70%-ban köt van a kezünk, hogy milyen hangokat találunk ki. A körítést szoktuk hozzárakni, azt akinek éppen ötlete van rá, közösen összedobjuk. És akkor ebből alakulnak ki ezek a népdolos, metálos dolgok. Mi ezt nagyon modernné szeretnénk tenni, hogy a mai fiatalságnak is tetszen. Mondták páran, hogy úristen, én ezt iskolában beutáltam ezt a számot, de így imádom. Elfogadható. Szoktunk rá utalni, tehát hogyha megírunk egy számot, előveszünk, ugye tegyük fel egy kis kecelányomat, akkor azt szoktuk csinálni, hogy azért utalom mindig a szólógitár, az mindig a dallamot előhozza, és szoktunk meríteni más zenekaroktól alapokat. Úgyhogy egy pár másodpercet, ilyen régi nagy slágereket, amiket úgy gondoljuk, hogy talán ismernek még az emberek, belecsempészünk a számainkba, hogy ezzel is érdekesebbé tegyük. Nem minden számba, de előfordul. Az igaz? Azt mondják, hogy minden tánc alapja a balett, hogy minden zenének valahol a népzene az alapja? Igen. Legalábbis mi így gondoljuk. Mi is így tudjuk. Igen, ráadásul nekünk több szerencsénk van ebben a dologban, mert például a Bazsi, tehát ugye a szólógitárosunk, olyannyira benne van a csapatban, mint oszlopos tag is, hogy ő például néptáncot műveli, vagy néptáncol. Igen, tehát ő szabad például a koncertünkön egy bemutatót is tartani, ami elég jól szokott. Megmozgatja a nézőket. Igen. Azt mondjátok meg, amikor elindultatok, melyik volt az első dal, amit megcsináltatok? Nem tudom, hogy mi a jobb feldolgozás, átdolgozás, átdolgozás? Most egy kicsit ezzel így... A mi esetünkben inkább átdolgozás, mert a szöveget azt nagyjából tartjuk. Tehát a hangokat megpróbáljuk azért azokra a dalomokra helyezni, ahogy eredetileg is volt. Az első szám egyébként az Érig a szőlő volt. Akkor csináltuk az első 10 évvel ezelőtt körülbelül. Ilyen 10 éves zenekar. Hát akkor gratulálunk a 10 éves Zinfield zenekarnak. Egyébként, ha megengedtek egy saját megjegyzést, na, névdalokat most ugye 3 éves lesz a lányunk, tehát ő elvárja, hogy az apa tudja az összes ilyen dalt így fejből, az összes gyerek dalt. De nagyon szereti például, amikor rappelve adom elő, vagy más stílusban, tehát az úgy tetszik neki.
ennyire, hogy mondjam, ennyire szabad a maga a népi dallamvilág, hogy bele lehet nyúlni, mindenki a saját, kicsit a saját formájára tudja formálni? Szerintem bele lehet nyúlni. Mert az jutott az eszembe, hogy ugye, mikor voltak a nagy népdalgyűjtések a század elején, akkor ugyanazt a népdalt 6 vagy 7 változatba is begyűjtötték. Majdnem picit más szöveggel, más, picit más dallammal, de nagyjából ugyanaz volt. Tehát mindenki kicsit ugye énekesként szoktál, szóval szoktatok belenyúlni, hogy mélyebben, magasabban? Ja, úgy természetesen. Tehát mi alapból is a műzenénk az ilyen modernebb ágakról helyezve, tehát mi a gitár hangulásunk is 3 hanggal lejjebb van a normálnál, úgyhogy mi tologatjuk ide-oda a számokat, ahogy kényelmes. Hát hölgyek, urak, ha valaki csak a zenét hallgatja, akkor nem mondanám meg, hogy ti, hogy mondjam, népdalokat dolgoztok fel, mert nagyon jó. Tehát tényleg ez a modern hangzás benne van. Ez is koncepció volt? Igen. Ezt igazából én találtam ki, 15-16 évvel ezelőtt, hogy egy olyan zenekart kéne csinálni, amilyen még nincs. És úgy eszembe jutott, de nem lett akkor belőle semmi, és egyszer a Zinfield zenekar, aki előtte remélyen zenét játszott, énekest kerestek, és arra jelentkeztem. És igazából volt egyszer-kétszer próbálni, annyira nem tetszett a zenekar koncepciója, de a srácok viszont jól tudtak zenélni, és akkor feltettem azt, hogy nekem volt ez az ötletem még régen, mi lenne, ha megcsinálnánk, és akkor mindenki elment, mondott rá, és akkor így kezdtük el ezt az egészet. Milyen zenei világból érkeztetek? Mert gondolom mindenki jött valahonnan, valamilyen zenei világból. Hát igazából mi 4 ember vagyunk, 4 fajta stílussal, 4 fajta korral. Úgyhogy mindenki más világból érkezett. Amit például a Balázs hallgat mostanában, azokat mi nem ismerjük, amiket mi hallgattunk, azt ő nem ismerjük. Miket hallgatsz mostanában? Hát én, az egy nagyon jó kérdés, erre most fogadni egy választ. Az a helyzet, hogy én amikor tanultam ugye basszusgitáron játszani, akkor nekem nagyon jó fantasztikus tanárom volt, és azt mondta, hogy akkor lehetsz jó a basszusgitárban, hogyha nem hallgatsz másokat pont akkor, mert akkor ugye másoknak a stílusát próbálod követni. Így remélhetőleg azért egyedi stílust tudtam kialakítani. Nagyon sok műfaj, ami engem megeladott, a bluestól kezdve a legdurvább thrash, power, metalig minden. Játszottam zenekarokban is, tehát akik ezt játszották. Úgyhogy én próbálok mindent így belevinni. Újra játszom, ennek az a érdekessége, hogy én pengetővel kezdtem el, és sajnos egyszer egy koncerttel nem volt pengetőm, még nagyon régen, és akkor tértem át az újra. És úgy bennem maradt az, hogy így kéznél van mindig, úgyhogy akkor így játszom. Az igaz, vagy csak legenda? Több gitárostól hallottam, akik újjal játszanak, újjal pengetnek, picit közelebb érzik magukhoz a hangszerüket. Tehát, mintha inkább a saját testrészük lenne. Igen. Hát ugye egy nagyon nagy ember mondta nekem, Tátrai Tibusz, hogy kérdeztük tőle, hogy mi a jó hangszer, és ő leszedett egy hangszer, bizonyos hangszerüzletben egy nagyon rozog akusztikus gitárt, és azt mondta, hogy a hangszer az valójában itt van a zsebemben, ő akkor úgy állt velünk szemben, hogy zsebre dugott kézzel. És egy nagyon olyan gyenge gitárt kapott le, amit szerintem évek óta ott lókatott a hangszerüzletbe, de olyan hangzást hozott belőle ki, amitől mindenkinek leesett az álla. És azt mondta, hogy először is minden hangszernek meg kell találni a saját hangját, és onnantól kezdve. Tehát meg kell tanulni azonnal a bizonyos hangszeren játszani, úgyhogy így végül is az egy igaz. Milyen hangszeren játszol most? Most húrra gondolsz, tehát hogy hány húros hangszeren vagy? Igen, hány húros hangszeren? Most egy 4 húros hangszeren, nekem egy ilyen koreai rock bass,
hogy Rockbase Warwickon van. Előtte voltak Spectoriaim, Music Manjeim. Volt rá példa, amikor egy kicsit befordultam, akkor, hogy akkor abba hagyom a zenélést, és eladogattam az utcaimat, de Gyuri mindig visszakanyarított, tehát ehhez az egészhez. Most elég jól egyben van a zenekar, és sajnos pénzem nem volt, hogy vegyek komolyabb hangszert, ezért egy 65 ezer forintért vettem egy gitárt, de azt kell mondani, hogy elég jól szól. Tehát, hogy itt most pont az jön, hogy nem kell dollármilliókat elkölteni hangszerre, egy talán egy no-name is megteszi, hogy ha az ember szereti csinálni, akkor annak meg lesz az a hangunk. Kicsit az jutott az eszembe arra, amit mondtál, van, nagyon szeretem a halálos iramban sorozat. És az elsőben mondják, hogy egy jó kocsi mellett bárki tud állni, tehát vezeti, tudod-e? Tehát, hogy kicsit ez, hogy egy jó hangszert, én is tudok pózolni egy jó hangszeret, de játszani nem fog tudni rajta. Igen. Viszont egy rossz hangszerrel is tud egy jó zenész játszani. Megtaláltad már a hangszered hangzását, ahogy a Tibusz mondta? Megtaláltam, igen. Én nekem talán szerencsém is van abban, hogy minden gitár. Tehát, hogyha én választottam egy hangszert, akkor én leültem és megnéztem, hogy mi az, amit én tudok nyújtani a hangszernek, és mi az, amit ő tud viszont nyújtani. De megtalálom mindig, tehát ebben a hangszerben is megtaláltam azt, amire nekem szüksége van a hangzásban. Úgyhogy nem használom semmilyen effektet, úgyhogy koncerten rendszerint vonalból szoktuk legötni ugye a basszusgitárt. Könnyebben tudja a hangtechnikus is irányítani ugye a hangot. Nekem mindig megfelel az a hangzás, ami fönt a színpadon van. Ezt próbáljuk leadni a közönség felé is. Beszélgetünk már itt a riport előtt, ugye egy olyan zenekarból van klasszikus, majd erre is áttér, tehát két gitáros felállás van, meg basszusgitár dob. A basszusgitárnak mi a feladata, hogy látod? Csak a ritmust hozod, vagy azért megkapod a lehetőséget, hogy megmutasd magad? Ebben a zenekarban igen, tehát itt voltak épp teljesen szabad kezet kaptam. Hozom a ritmust. Tehát én próbálok ugye a dobra ráhelyezni ugye azt, amit én játszok, tehát ott ugye ott a ritmus a legfontosabb része. Azt, hogy meglegyen a zenének az alja, az egy nagyon fontos, hogy tényleg legyen benne egy dög, ahogy ugye így szokták mondani. És mivel szabad kezet kaptam, hogy én bármit beletehetek, ezért próbálok olyan témákat rájátszani, ami kicsit, tehát szoktam szólózni is, meg a gitárok vonalán is szoktam menni. Végül is nekem, tehát ki szoktam tölteni a zenét. Szoktak lenni basszus kiállások, tehát szoktam hagyni a bátét, hogy kiérvez az, hogy nincs másik két gitár. Akkor kicsit hagyjátok, hogy kiérje magát? Persze, persze. Most, hogy nem hallja, milyen basszus gitáros? Hallja. Egyébként tényleg nagyon jó gitározik. Amikor összeismerkedtünk, akkor nem hittem volna, hogy így is lehet megszólaltatni egy hangszert. Mindig valahogy összeválogatta a cuccait is úgy, hogy tényleg mindig bármilyen koncertre megyünk, akármilyen kis szutyog cuccra rádulja a gitárját és elkezd játszani, mindenki néz, hogy úristen, hogy tudtad ezt kihozni belőle. És tényleg a kezében van benne. Ez most jó volt így hallani. Akkor hozzád, hogy egy provokatív kérdés. Mikor valahol vagy, tök mindegy, hogy hol, eszedbe jut egy téma, akkor azt leírod, földúdolod, a kezed megjegyzi, hogy működik ez nálad? Hát én vizuális vagyok. Régen, amikor nem csak régen, most nem is van úgy, hogy megpróbálom elképzelni magamnál a hangszert, tehát hogy ott van a kezemben, és hogyha van egy valamilyen téma, akkor én azt ugye fejembe le tudom játszani. Tehát látom magam előtt, hogy hogyan kellene lefogni. Hát ennek a kigyakorlása az meg persze rám van bízva, azt meg ugye otthon vagy a próbateremben
Szoktam számokat is írogatni, inkább riffeket, tehát nem teljes komplet számokat, mert a Gyuri szokta összerakni a számokat, de hogyha írunk mondjuk egy számot, akkor persze dúdolom, tehát magamban, és akkor úgy próbálom átvinni a basszusgitárral, és akkor megmutatom nekik, hogy ez, na itt van ez, és akkor ebből csak lehet akkor valami. Egyébként a Hula Szilva a fából című szám, az majdnem egyetlen szám, de az majdnem teljesen végített a rázatni. Ja, igen. Ja. Ezzel lejött a próbára, srácok, kitaláltam otthon a Hula Szilva a fából, így lenne. Mi szóltok hozzá? Csináljuk. Két hittek és abban játszottuk koncerten. Itt, hogy fogadta a közönség, mikor indultatok, hogy ezt a stílust játszátok? Az elején még sehogy szerintem, mert nem is tudtak róla, hogy mi létezünk. Tehát így próbálkoztunk így bejutni mindenféle helyre, kis klubokba, akárba. Mi kezdtünk 6-kor, 7-kor. Először még csak így próbálgattuk így tesztelgetni, hogy milyen, hogy mi is hol összeszokjunk. Volt, akinek tetszett, valaki azt mondta, hogy nem tetszik. De az elején még mi sem voltunk nagyon ügyesek, tehát el kell valahogy indulni. Aztán, hogy az idő telt, egyre többet foglalkoztunk ezzel a számoknak, hogy összerakjuk őket, meg hogy kidolgoztuk, igen. Tehát igazából, amit 10 évvel ezelőtt írtunk számot, már nem úgy játszunk. Tehát nyilván átment egy második rostán, tehát én nem is mutogatom már a régi számokat senkinek. A Feri azt szereti mutogatni, mindenkinek elküldi meg. Osztogatja a CD-ket, mondom, Feri, ezt már nem kéne, de mindegy. De én úgy gondolom, hogy most viszont már beért annyira, hogy most már szeretik az emberek, és igénylik azt, hogy mi stúdióba is elmenjünk, és hogy hallgathassák otthon, ne koncerten. Közben jött 2 komment, az elsőben Wiki Black megosztotta a weboldalatokat, tehát aki kíváncsi rátok, azt majd a műsor után menjen át. A másik pedig, Benedek Elekné Csilla. Halihó Zinfield. Szia! És kaptatok zászlót, szívecskét, zászlót, meg egy ilyen szarvat. Rock és roll. Visszatérve az első kérdésedre, tehát az előbbi kérdésedre, hogy mennyire fogadtak el minket. Igen, hogy Uri is mondta, hogy az elején nehézkes volt. Azért, mert oda mentünk egy klubba, megmutattuk magunkat, és ott láttuk az embereknek az arcát, tehát a lendöbbenést, hogy fú, most népdal, akkor ez mit fognak most ott csinálni, és lenyomtunk egy metal koncertet, ugye népdal szövegekkel, és azt vettük észre, hogyha mentünk is előzenekarként esetleg, ugye sokat voltunk előzenekarként, koncerten, és észrevettük az embereken, hogy ugye mivel ismeretlenek voltunk, ezért mikor mi elkezdtünk játszani, akkor volt rajtuk egy ilyen, hogy tehát az első számnál, hogy azt mondjuk, ne menjünk el haza, hanem akkor nézzük meg, hogy miről van szó. És aki ott maradt, tehát aki azt választotta, hogy akkor minket ott megnéz, az ott maradt, és egy nagyot bulizott velünk. Végül is azt mondhatni, hogy slágereket játszottok, tehát ezek örökzöldek, mindenki fülébe benne vannak. Így van. Viszont az, hogy milyen, hogyan csomagoljátok, az nagyon egyedi, hiszen azok ti vagytok. Provokatív kérdés, most hozzátok meg az egész zenekarhoz. Ez pedig úgy hangzik. Van-e olyan dal, amit többször akartatok, de nem tudtatok még úgy feldolgozni, ahogy akartatok. Rengeteg ilyen dolog. Ugyanis ezt azért kérdezem meg, mert sokszor ugye megkapja a magyar népdal, meg a hogy egyszerű dallamvilágú. De azért cáfoljátok meg, hogy ezek nem olyan egyszerűek, hogyha... Nem, ráadásul azért nem, mert mi az alapját próbáljuk ugye sajátosan ugye megcsinálni. És vannak olyan népdalok, amit ugye az alsóim azért van még azért több, amit szeretnénk ugye elkészíteni, de valahogy nem tudjuk még alátenni azt a,
azt a ritmust nem tudjuk, tehát szeretném mondjuk egy nagy zúzdát csinálni egy számból, és még nincsen elképzelésünk, hogy hogyan kellene, mit kéne, milyen hidakat vagy bridge tegyünk a szövegek közé, refrén. Ez egy nagyon nehézkes. Tehát az, hogy például egy népdalt mi megcsinálunk, most csak mondok egy számot, a Húra Szilvát, ugye, amiről ugye a Gyurival az előbb amit felhozott. Tehát ott alátenni egy teljes zenét, az egy kihívás. Tehát... A másik, hogy a népdalok nem követik azt a, hogy mondjam, logikai módszert, amivel egy dalt szoktak hívni, hogy verze, verze, refrén, verze, refrén, hanem ők a saját logikájukat követik. Ilyenkor bele szoktatok nyúlni? Tehát van, ahol több ismétlés van, picit szerkezetileg átrakjátok? Igen, sőt, annyi szokott lenni, hogy mi két népdalból csinálunk például egyet. Összegyúrjuk. Ez pont a Húra Szilva is. Az is például. Mert ugye ott a Hely-Dunáron fúj a szél, az a második része a számomnak. Ráadásul szólóban ott egy érdekes verzió történik a végén a számnak, mert ott egy Metallica számnak a szólóját csempésztük bele. Ritmusát. Közben Lázár Tamás. Sziasztok srácok, figyellek benneteket, csak így tovább nyomjátok. Szevasz Tomi. Szia Tomi, ő volt gitáros. Ja, volt gitárosunk, ha ő az, igen, tehát elméletek, hogy szerintünk ő. Földobtál valamit, hogy most megkérdezek, ez pedig az, hogy több szám van így, amit még gondolkodtok. Tematizálva gondolkodtok, hogy tájegység szerint esetleg? Tehát azt mondani, hogy van Magyarország, mit van? Ilyen, olyan dalok, felvidéki, erdélyi, vajdaság, most csak dobtam föl dolgokat. Igen, ilyen mélyen nem nyúltunk bele, de vannak számaink, például Jászkonyúsági gyerek vagyok. Igen, tehát hogy mindig megnézzük azt, hogy honnan érkezett a szám, tehát hogy melyik tájegységről, de ilyen mélyen nem mentünk még bele. De hogyha választunk egy számot, akkor arra utalunk, hogy... Csak az jutott az eszembe, hogy elmentek fellépni valahova, és azt mondtuk, hogy hú, akkor itt mondjuk ez a dal biztos, hogy és akkor azt előveszitek? Tehát, hogy valószínű benne van a fülekbe? Vagy a fiatalság ezt már annyira nem? Tehát nekik mindegy. Fogalmazunk úgy, hogyha mondjuk szólokra vagyunk játszani, és mondjuk előzenekar lennénk, és lenne 30 percünk, akkor mondjuk játszanánk 6 számot, akkor a játszmossági gyerek biztos benne lenne. Mert ugye azt mondhatni, hogy akkor ott az a sláger. Tehát, hogy... Ez, tudjátok, hogy mitől egyedi nagyon? Hogy bárhova mentek kis hazánkba, vagy a határon túl, meg tudjátok találni azt a dalt, amivel kapcsolni tudtok rögtön a nézőkhöz. És ha ők kapcsolódnak, utána már könnyebb a kicsit a dolgot. Ez egy nagyon nagy dolog. Igen. Amúgy több dal, amit itt már megcsináltunk, de rajta vagyunk, hogy folyamatosan csináljuk az újabb számokat. A számaink 90%-a az ilyen népdal feldolgozás, de azért van egy-két nótánk, amilyen saját nóta is azért. Közben Nagy Richárd is írt. Sziasztok srácok, de jó látni, hogy a Máté ilyen jól van. Na. Lázas volt, ugye már? Igen, lázas volt. Na, hát akkor jó látni, hogy most már jól vagy. Köszönöm. Én rágöhögtem. Te meg rágöhögtél? Igen, mert sajnos most le kellett mondanunk egy szolnoki koncertünket, egy betegkörülményt. De tényleg jól vagyok, úgyhogy megbűvölt erővel várjuk a következő koncertet is. Melyik lesz a következő koncertet? A következő koncert az június. Elsőjén lesz, Tápió Szent Mártonban, a Kóbor Betyának a családi lapján. Közben jött egy beszólás. Tíbel Ferenc. Átdolgozás, Gyurikám, nem feldolgozás. Feri, dolgozzá. Értem. Tehát azért értem. Hogy szervezitek magatokat, hívnak titeket, vagy mentek. Tehát ugyanis ugye, amikor egy szervező összerak egy fesztivált, vagy egy találkozót, akkor azt mondja, hogy jön egy ilyen zenekar, és akkor jöttök ti, hogy most ezt hova? Erre még meg tudom adni a választ, szerintem Gyuri is. De sok hely van, hála az ének, ahol eljutottunk, tehát ugye kis hazánkban.
És van olyan hely, ahol emeletek bekuncsarogjuk magunkat, de utána ott a ottani szervezők azt látják, hogy ú, ez tök jó volt, és már rögtön felajánlják nekünk azt, hogy akkor esetleg, hogyha szeretnénk oda visszatérni, akkor van rá lehetőség, akkor egy új időpontot nézünk, és akkor és egyre több ilyen hely van. Úgyhogy hála az égnek, most már nagyon sok olyan hely van, ahova minket visszahívnak. Tehát, igen. Csak egyre kevesebb hely van, ahova lehet már menni sajnos. Igen. Nagy Rihárd ismét itt. Gyuri, te úgy is megismersz szerintem, mert nagyon sokat szoktunk beszélgetni. Így van, én tudom ki ő, igen. Szia! Azt mondtátok, hogy 10 éve létezik, ugye? A igen, zenekar. Ez a verziója. Ez a verziója. Föl szoktam tenni egy kicsit ilyen, nem tudom nektek, hogy tegyen föl. A kérdés pedig úgy hangzik, hogy minden zenekar, amikor indul, van valami célja, hogy hova akar eljutni, mit akar elérni. Ti speciális helyzetben vagytok, mert egyszerre vagytok könnyű helyzetben, de nagyon nehéz helyzetben is. Azért könnyű helyzetben, hogy ezeket a dalokat nagyjából mindenki ismeri. De pont emiatt azt mondják, hogy hát hű, most ez mi? Tehát, hogy nektek minden buli bizonyítani kell, hogy ezeknek a daloknak, és amit ti csináltok, helye van. És szerintem ez megy is. De van-e kitűzött cél a fejetekben? Tehát, hogy mi az, amit el akartok érni? Nincs. Tehát már magam részéről én már ez a világot megváltó, amikor még több mint 20 éves voltam, persze minden emberben, vagy mindenki benne van, aki zenével foglalkozik, vagy szeretne, vagy előadó művészként. Bennünk ez már nincs. Tehát nem, mi fogadjuk azokat a koncerteket, ahol 50 fő van, tehát a kisebb klubból, de és fogadjuk azt is, ahol több ezer ember van. Mindenhol jól érezzük magunkat. Tehát, mert túl vagyunk azon, voltak olyan koncertjünk nagyon régen, hogy hát ezek szerint akkor csak ide jöttünk 100 km oda próbálni, mert hogy senki nem volt. De ez ugye változik, és most már nekünk minden helyzetben jól érezzük magunkat. Az lényeg, hogy fönt vagyunk a színpadon, vagy ha nincs fönt, csak egy sima sarokban játszunk több embernek, akkor nekünk az is tökéletes. Most nyilván az a cél, hogy minél több ember megismerjen, és minél többen legyenek koncerteken, meg hogy minél több helyet találjunk, ahol egyáltalán el lehessen jutni, mert rengeteg hely van, amiről mi sem tudunk, hogy ott lehet játszani, vagy hogy minket szívesen várnak. Ezért mi minden segítséget meg is szoktunk köszönni. Van egy önfeláldozó emberkék, akik próbálják segíteni a zenekart, mondják, hogy ide tudunk menni, oda tudunk menni, intézem, telefonszám, mi mindent megpróbálunk megmozgatni, ahol van lehetőség. Tehát mi szeretnénk eljutni minél több embernek a eszméjébe, hogy tudják, hogy rólunk, hogy mi vagyunk, és azt akarjuk, hogy jól szórakozzon, és azt akarjuk, hogy jól szórakozik, akkor legközelebb is jön el plusz 3 emberrel. Mi meg ebbe próbálunk kicsit segíteni, hogy minél többen megismerjenek titeket, és reméljük, hogy a riportárátok keresnek, és a legjobb, hogyha elmennek és megnéznek titeket élőben, mert én azt gondolom, hogy mindig az élő zene az, ami az igazi, nincs az a platform, ami visszaadja. Ti hogy látjátok, él még az élő zene? Van még helye az élő zenének? Van igényre. Van. Az, ami mostanában azt látom, hogy van rá igény, a híresebb zenekaroknál van rá igény. Tehát most, ha lenne egy akármilyen fesztivál az erdő közepén, amit meghirdetnének, hogy lesz 30 zenekar, de egyik se ismer, nem lenne ott senki. Tehát az emberek nem nagyon hajlandóak szerintem megismerni, utána járni, hogy mik vannak. Lustaság, de igazából mindenki ilyen szerintem, mert hogyha most én látnék egy plakátot, ott van, mert a 30 zenekarnél, amiről még egyszer sem hallottam, nem kezdeném el én is egyesével kigyűjteni, hogy melyik milyen. De lehet, hogy egyszer csak szemben egy videóklip a Facebookon, vagy akármilyen, ha rákattintok, ha tetszik, akkor tetszik is rákeresni, hogy többi számot például. Mi még mondhatjuk, hogy abban a korban szocializáltuk, amikor ilyen nem volt. Tehát én jártam, ugye nagyon Pesten, nagyon nagy, 90-esekben nagyon nagy klub élet volt. És én mindenkit megnéztem, az első zenekartól az utolsó, még azt is, hogy pakolnak le. Mert érdekelt,
hogy mi hogy játszák, kik ezek az emberek, milyen zenét játszanak, milyen a színpadkép, tehát sok minden. Tehát, hogy közben jöttek kommentek. Nagy Rihárd, Gyuri vagy Máté, azt szeretném kérdezni, hogy el szabad-e kérni a pengetőt majd? Hát egyik részből ez nincs, igen. A Mátének a pengetőjét én odadom, meg az enyémet is majd legközelebb a koncerten, ha találkozom. Jó, akkor csináljuk az uram. Minden koncert ezután a Máté kidobja a pengetőjét, és aki visszahozza, az nyer valamit. Ja. Vagy hordok volna már direkt pengetőt, és akkor... Önökömön terv van, vettünk egy pengetős táncoló szerszámot, és lehet, hogy majd fogunk ilyen saját pengetőket csinálni egy párat, amit majd odaadatunk, meg szétszórunk. Az lenne, most kicsit beszélgessünk rólad. Tudom, hogy a picit az órod, de attól még fogla piszkálni, viszont jött még egy komment. Sal Viktória. Mindig nagy bulik vannak a koncerteken. Hajrá, Zinfield! Köszönjük szépen! Köszönjük! Így is marad. Ez pedig az, amit itt a beszélgetés elején is mondtam, hogy te hogy látod magadat? Gitáros, énekes, előadó, frontember? Én vagyok az, aki középen áll a színpadon, és megpróbálja ezt az egészet így összehozni. Túl nagyon bonyolult témákat nem gitározok. Én vagyok a kíséret, a gitár kíséret igazából, ami mellett tudok énekelni, illetve amikor éppen nem éneklek és van rá időm, akkor mindig a közönséghez szólok és próbálom őket is bevonni ebbe az egészbe. Direkt vannak benne a számaimban ilyen külön kiállások is, amikor csak a közönséget próbáljuk énekelni. Tehát mindenki úgy érezze magát, hogy úgy érezzék, hogy ez egy ilyen családi dolog, hogy ők is kiveszik a részüket az egészből, és szerintem ez jól működik. Mondtátok többször, hogy interaktívak vagytok. Ez mit jelent pontosan? Hát, hogy igazából szeretjük a közönséget bevonni abba, amit mi csinálunk, és ezt mondtál Máté, te inkább. Te beszélt róla előbb. Hát ugye a számaink között, tehát van úgy, hogy felkonferáljuk ugye a számot, de van olyan utalunk a számlat, tehát ami következni fog. Ősszel például a szőlő szület, és akkor ugye jön érik a szőlő, akkor a tavaszi szél, tehát ilyenek, akkor mindig elmondjuk, hogy most már de jó lenne, ha eljön a tavasz, és akkor tehát jön. Melyik gyümölcsbe készül a legjobb pálinka? Igen, az a elnézést, hölgyek urak, a zenészek azok csak kávét és üdítőt isznak, vagy alkoholmentes sört, de semmiképpen olyan nincs, hogy ez csak pletyka, ez merő pletyka. Jó? Igen. Az lenne a kérdésem, hogy még mindig hozzá. Mennyire vagy érzékeny a nézőkre? Tehát, hogyha úgy érzed, hogy picit lám vannak még, vagy olyan furcsán néznek, ugye gondolom van mindig egy-kettőnk, hogy most ez micsoda. Kommunikálsz velük, hogy figyeljetek, most ez jön, gyerünk, vagy... Igen, próbálom buzítani mindig őket, hogy jól érzik magukat, mert hogyha már három jól érzi magát, akkor utána már 6 érzi magát, hogyha 6 jól érzi magát, akkor már utána 24 is jól érzi magát, és akkor végig mindenki jól érzi magát. Vannak megírt átkötő szövegeid? Így előre megírt nincsen, de viszont olyanok vannak, amiket már évek óta használunk, és már bevált, és most más szavajárással el szoktuk mondani, igen. Most, hogy nem hallja, úgyse hallja. Milyen frontember? Milyen énekes? Viszi a bulit? Igen. Hát, hogy milyen... itt a zenekaron belül ugye barátságok alakultak ki, és az egy fontos része ugye a zenekarnak, hogy ugye fönt, nagyon sok zenekar sajnos úgy működik, hogy fönt a színpadon mutattak egy képet, hogy ők mekkora jók, utána lenn meg megölik egymást. Hát nálunk ez nem így működik. Ti fönnölitek meg egymást, és lenn meg haverok vagytok, értem? Nem, hanem mi szoktunk szórakozni fent a színpadon, egymás hangszereit szoktunk pengetni, tehát be szoktunk nyúlni, hogy avval is jelezzük, hogy ez egy élő produkció, hogy milyen.
Én azt mondom, hogy frontembernek szerintem a Gyuri az pont erre a pozícióra született, hogy ő ott legyen elől. Azért mondja, Gyuri, ezeket a négy dalokat nem egyszerű énekelni. Nem. Mert én valamikor nagyon régen énekes voltam zenekarban, és én jártam a hangképzést, és klasszikusan négy dalokkal is kellett foglalkozni. Nem egy. Tehát, hogyha úgy akarod elénekelni, hogy ez meg van írva, az nem egyszerű. Bele szoktál picit így nyúlni, vagy próbálod az eredeti dallamot hozni? Nagyjából megpróbálom az eredetit hozni. Igazából én általános iskolába jártam, még általános iskolába. A koncerten azért nehezebb hozni azt a szintet, de azért, ha felveszünk a stúdióba valamit, akkor azért, amikor nem gitározok mellette, akkor azért adhatomnak a nagyjából eredeti dallamokat. Szövegileg van, hogy belenyúlsz? Szövegileg maximum annyi, hogy egy-két átkötő szót kihagyok, vagy hozzárakok. Hogy a ritmusban legyenek a gitárhoz a szavak. Ne legyen nagyon nagy leállás közte, vagy ilyen hadarás. Azt ígérjétek meg, urak, hogyha valaha a cickom-cickomot feldolgozzátok. Mert a lányunk kedvence, ezt naponta elő kell nekem adni neki, reppelve, énekelve, üvöltve, gyorsan, lassan, mindenféle módszerre. Azt azért elkülditek, mert az... ugyanis most erre vagyunk rákattanva. Köszönöm szépen ezt így előre is, családilag köszönöm. A következő kérdés az pedig az, és hát ez egy kicsit nagyon provokatív kérdés lesz, ez pedig az. Mi a fontosabb? Ugye elhangzott itt, hogy jó a kapcsolat a zenekaron belül. Mi a kapcsolat? Mi a fontosabb, hogy kiemelkedő, nagy tudású zenész legyen a másik, vagy hogy emberileg kijöjjek vele? Elsősorban azt mondja, hogy emberileg kijöjjünk egymással. Például a Bazsi előtt nekünk voltak más szólógitárosaink, aki például ugye Lázár Tamás is oszlopos tagja volt, csak neki külföldi munkája miatt ugye, tehát a barátság megmaradt, de igen. Külföldön dolgozik, és nem tudta felvállalni a zenekarban a szerepét, és nálunk, hogyha jött egy szólógitáros, vagy jött egy másik valaki, aki éppen hiányolt a zenekarból, akkor neki, tehát elsősorban emberileg megnéztük, hogy milyen, hogy a hozzáállása, és utána elkezdtünk segíteni neki, hogyha nem volt azon a szinten, amin mondjuk mi voltunk, de nekünk szerencsénk van. Bazsi megjött, és oda tette magát, úgyhogy ő akart ebbe a zenekarba tartozni, és így, nem? Igen. Gyorsan megtanult ezeknek a számokat, hogy... Visszatérve még a motivumokra, törekszünk arra is, hogy ne csak a játékunk legyen, tehát ne csak a játékunkat adjuk oda ugye a számokat, hanem azért kinézetre is próbálunk úgy rámenni, hogy azért az öltözékünk nem szakadtan menjünk fel a színpadra, hanem népi öltözékeket szoktunk felvenni. Erről lehet, hogy te többet tudnám, de nem tudom, hogy... Ingbe szoktunk venni igazából. Ilyen modernebb hungaros ruhába, például a kék farmer, meg mellette egy betyáring. Hát én például a magyar csikós szoktam a kék. A csikós, bocsánat, csikós, igen. Igen. Hogy szokták mondani, színen jelzésértékkel, tehát hogy nem autentikus, csak így jelzésértékkel, hogy, és ez nagyon jó, mert legalább akkor így megvan a, nem csak zeneileg, hanem kinézetre is megvan, tehát a hang. Komolyan vesznek minket. Igen. Ha megyünk egy ilyen ismeretlen helyre, és akár játszani, és látják azt, hogy mi törekszünk arra, hogy igen, a koncertünk kellett, tehát beállítjuk a hangszereket, mindent, amit kell a kezdéshez, és elvonunk és átöltözünk. Tehát ott úgy megyünk vissza a színpadra, hogy látják azt, hogy szeretnénk többet odaadni az egész látványt. Így van. Legjobb buli melyik volt? Szerintem a Bikás Parkban volt tavaly a legjobb bulink. Nem? Tavaly majál is, május 1. Hát ott szerintem egy 2-3 ezer megnéztek minket. Az komoly.
Volt más bulik is. Még... Voltak kisebb klubbulik is egyébként, ahol meg százan összegyűltek, annyian fértek be, és tényleg ilyen tehet ház volt, az kicsit ilyen közvetlenebb volt. Ez ami ilyenkor nem lehet dönteni, mert az egyik azért volt nagyon jó, hogy 3000 voltak ott, a másik azért, mert százon, de mégis ilyen közelebb éreztük magunkat. Egyébként tudjátok, hogy mitől vagytok, nem csak amit csináltok attól egyediek, most egy szervező szemmel. Bármilyen zenekarhoz be lehet titeket tenni. Igen. Tehát nem azon, hogy úristen, nem fog-e stílusilag érni oda, mert annyira más, hogy egy zenekarhoz, vendégzenekarnak, vagy olyat teszek, aki hasonló stílus, vagy egy teljesen más. Igen. Titeket bárhol be lehet tenni, és ez nagyon jó. Igen. Egyébként én megnéztem, amik fönn vannak rólatok, meg képileg is, meg minden. Provokatív kijelentés. Én azt látom, hogy nálatok az, hogy hogyan néztek és amit csináltok, próbáljátok egyensúlyba helyezni. Tehát, hogy a megjelenés, az a zenekari megjelenés és a zene, az passzoljon. Így van. Nagyon jól látom. Úgy, akkor ez is koncepció. Első perctől így volt, vagy pedig ez így alakult az idők során? Nem, ezt így is akartunk. Tehát úgy mind a kicsit mélyebbre van a hangot. Tehát voltak dolgok, amikor eljutottak, azt mondtátok, hogy jó, akkor ez, meg ez, így legyen. És akkor mi nem szeretnénk teljesen népűbe beöltözni. Igen. Meg mostorban is akarok ott meg semmi a színpadon. Viszont egy valamilyen részben szeretnék egy kicsit máshogy kinézni, mint hogyha csak egy fekete légiszpólóban lennék, vagy akármilyen. Igen, igen. Egyébként ezt mondtam talán kín is, hogy nekem ez nagyon tetszik, hogy a népdalok elvárják, hogy hihetetlenül őszinték legyünk, mert ha nincs mögötte az az érzelem, amivel megírták, meg ami benne van az a lélek, nem fogod tudni előadni. És ezt ti nézetbe is tudjátok hozni. Én így látlak titeket. És ez is koncepció szerintem. Igen. Néha nem mondjuk azt, hogy nem fordul elő, ilyen kisebb kocsmákba, ha fellépünk, vagy kisebb helyeken, van úgy, hogy nem öltözünk be, de akkor is legyen egy ilyen zinfield és egy ilyen pólót veszünk. Molinótok van? Amit úgy... Van, ahol felrakjuk, valamelyik helyesít rá. Együtt szoktunk dönteni a zenekarban, tehát mindig megkérdezzük azt, hogy akkor öltözzünk, tehát ilyen nép is alatt, igen, tehát öltözzünk, uh-huh. vagy ne. Tehát, hogy milyen lesz a koncept, milyen helyre megyünk, 95%-ra rendszerűen mindig be szoktunk öltözni. Van az 5%, amit a Gyuri mond, hogy végül is olyan zenekarok lesznek, ahol lehet, hogy most nem kell beöltöznünk, és akkor a saját, hát ugye ezeket a pólókat, amiket csináltunk, azokat erre csináltattuk, hogy akkor abban lépünk föl. Tehát azért utalunk a zenekarra is, hogy ez a zenekart mi vagyunk. Nagyon hangsúlyos a megjelenésetek, a pólód is, neked is a pulcsid is, meg az a motívum ott oldal, tehát megmutatnád? Az is. Tehát ezek mind ugye, ez a klasszikus tulipános ládának a motívuma. Szépen megvan az egyensúly. Ezt ti találtatok ki, vagy van, aki ebbe segít? Ezt a pólót, ezt a nagyon jó barátom Kristóf Mónika tervezte, és igazából kettő fajtát tervezett. Ez az egyik, a másikat is lehet kapni, most pont nincs rajtunk. Van, hogy én tervezgetem a pólókat, de úgy voltam vele, hogy mivel nagyon jó barátom és pont ilyesmikkel foglalkozik mostanában, ezért megkértem, hogy a saját agyszüleményéből tervezem egy pólót, mondtam, nagyjából mi legyen rajta, és ott többit rábíztam. Mert azt látom, hogy kaszál az az ember, ugye ez egy kaszálós parasztember, és mellette meg van egy ilyen, hát nem tudom, az... Ezt nem sátornak mondják, van ennek egy szép neve, amiben... Van? Kunyó. Nem, van ennek egy szép neve, most nem, nekem sem jött az eszembe, de tudom, hogy mi a, mert vidéki gyerek vagyok, tehát volt tapasztalatom hozzá, csak hát az ember felejt, városba felejt. Tetszik a piros-fehér-zöld, az egyértelmű.
és úgy, hogy nem tank túl. És most jutottunk el oda, hogy föl kell tennem azt a kérdést, amit Vicky Black nem szeret, és így az elején próbáltam kicsit, tehát hogy a kép és a színek fölött van egy felirat, hogy az miért volt az a felirat, ami a ti feliratotok? Ez az Infield feliratról van szó, a zenekar neve. Egyikünk sem értett benne egyet, hogy ez legyen a nevünk, mert szerintünk annyira nem volt jó. Ezt a dobosunk találta ki, de nem találta, hanem álmodta meg. Álmából fölkelve csillagok jelentek meg a szem előtt, és ez a feliratot volt kirajzolódva előtte, és ezért ez lett a zenekar neve. Nincs nagyon jelentése, utána néztünk már, egy családnevet találtunk valahol Németországban, nem tudom hol, akinek ez a neve, de egyébként semmi jelentősége nincs. Közben írt Benedek Eleknyi Csilla elég hosszat, úgyhogy egy részét felolvasom. Tehát az élő zene a legjobb, és nem szeretném megélni azt, hogy már nem igénylik ezt az emberek. A koncerteken olyan a hangulat, amit semmi más nem nyújt, nem tud nyújtani. A zene és az ének a legjobb dolog a világon, a legfontosabb, hogy a zenekar tagjai jól kijöjjenek egymással, mert mi rajongók is sokáig élvezhetjük a meglévő formáció alkotásait. Mi sem szeretjük a változást. A Bikásban a legkirályabb volt, felkiáltó jel. Sok ilyen bulit kívánok még nektek, és most és kicsit önzön maguknak is. Köszönjük szépen. Köszönjük. Szeretem, mikor így fölteszik azt a kérdést, amit fel akartam tenni. Tehát a zenekaromról mondta Máté, hogy jó, mi megbeszéljétek. Demokrácia, demokratikus demokrácia van, vagy mi, vagy van egy főnök, ugyanis volt itt nálunk a Marlboro Man, és a ifjú Gerdes és Ferenc azt mondta, hogy valami minden zenekarban van egy főnök. Hiába mondják, hogy demokrácia van, valaki, akinek a végén ki kell mondani, hogy ez így marad, úgy marad, erre megyünk, arra megyünk. Nálunk ez teljesen demokratikus, tehát ez a... Így van, én vagyok a főnök. A többiek úgy értem, jó van. Ezt már szoktuk beszélni. Tehát, hogyha van valami, ami választás elé kell tennünk, tehát, hogy fölépjünk mondjuk egy adott helyen, akkor azt négyen döntünk benne, és úgy szoktunk csinálni, hogy négyen megyünk 50-50%, ha már egy kicsit kibírom, akkor vagy megyünk, vagy nem megyünk. De hogyha valaki, tehát ott is tudunk engedni, hogyha valakinek nagyon nem tetszik, akkor le tudjuk mondani, vagy akár számításban is, ugyanígy van. Szóval együtt döntünk. Nincs olyan van, hogy van egy dal, és van egy rész, amivel valamelyikőtök nem ért egyet, nem tetszik az a rész. De a többiek igen, és akkor azt, hogy jó, akkor játsszuk, aztán meglátjuk, vagy akkor addig variáljátok, amíg ki nem jön az, hogy mindenkinek tetszen. Szerintem addig variáljuk. Igen. Uh-huh. Addig variáljuk. Lehet, hogy csak egy hangokra alig vinni az egész. Lehet, hogy gyorsítanunk kellene, ugye felé. Igen. Vagy lassítani. Rendszerűen gyorsabban szeretnénk játszani az adott számokat. Azért is nem gyorsítjuk fel, mert lehet például a domosunk nem tudja kiütni rendesen azt. És mi próbálnánk még egy picivel gyorsabban, mert úgy gondoljuk, talán még megkívánna a számot egy picit, de inkább stabilabban játsszuk, és akkor úgy válaszol, hogy nem gyorsítjuk. Dobosotok takra játszik? Takra, igen. Fontos az alap, hogy az pontos, precíz legyen? Nekünk, mivel próbálunk törekedni arra, hogy egyben legyen a zenekar, nekünk fontos az, hogy igen, tehát ő választotta ezt, hogy a fülébe ott van a takjel, pont azért, hogy ne menjünk, ne gyorsítsuk, ne lassítsuk a számot, hanem akkor az tényleg úgy jönjük el. Egyszerűen volt egy olyan koncertünk, hogy rosszul álltottak be, és akkor 50-60%-a gyorsan kezdte ütni. Négy perces számon lett kettő. Igen, és sem ez húzta. De attól függetlenül jó volt. Közben Ferenc Tíbel, mi van, a Gyuri kapkodja a levegőt? Felikén beteg vagyok, ezért mondtuk le a múltkori koncertet. Igen. Viszont akkor most egy provokatív kérdés. Igaz, hogy nincs itt az egész zenekar, de hozzátok. Ha itt kint föl lenne építve egy színpad, minden itt lenne több ezer ember. De csak egy számot lehet eljátszani. Egyet. Melyik lenne az? Hát mindenkinek van kedvenc száma. Én nekem most a leg... Tehát ami
ami közel áll hozzám, az a 1,5 millió lépés Magyarországnak a betét dala volt, tehát amit nem tudom, emlékszünk, hogy arra a műsorra, ami volt, hogy akik kék túrások voltak, ugye végigmentek ugye Magyarországon, ez a indulj el egy úton, nekem az a kedvencem. Én is egy másikon, hol egymást találjuk, egymásnak igen, se szóljunk, igen. Az egy nagyon jó dal. És nagyon helyén van a szám, tehát nagyon, nagyon nagy zúzdát csináltunk belőle. Én mindig azt a számot várom, nem azért, mert a legvégén játsszuk el, és hogy legyen még a koncertnek, hanem azért, mert én ott még többet érzek, hogy a szívemhez van. Nekem az a kedvenc számom most jelen pillanatban. De mindegyiket szeretem, úgyhogy de Gyuri lehet, hogy más pont. Én nekem minden koncerten más a kedvencem. Igazából azt is meg kell nézni most, hogy a 3000 ember milyen 3000 ember. Tehát vannak ilyen bulik, amikor azt mondják, hogy ilyen buli, olyan buli, egyik buli, mondjuk mind a kettőn félret lehet például játszani, akkor ide ezeket a számokat visszük, oda azokat a számokat visszük. Tehát én megnézem, hogy milyen 3000 ember lenne most itt per pillanatnyilag, és akkor úgy dönteni van. Az is fontos, hogy milyen napszakban van? Nem. Tehát például a 3-kor napsütés, vagy hajnali 1-kor vaksötét, fények? A legtöbb zenekar, ugye, miért mi játszunk legelőször, mert mondjuk elkezdődik délután 2-kor egy fesztivál, miért mi játszunk először? Ezen is túl vagyunk szerintem, hogy ne akkor játszunk, amikor mondjuk a legsötétebb van már, és a fények felgyulladjanak a színpadon. Mi minden helyzetben megtaláljuk magunkat. Tehát, hogyha délután 3-kor kell játszani egy Bikáspartban legutóbb, nekünk az sokkal több volt az a koncert, mint mondjuk, ahol 10 órakor játszottunk egy másik helyen, mert jó volt a hangulat, tehát ott lehet csinálni a 3-kor is egy hangulatot. Közben Ferenc Tíber újraírt, a számok gyorsaságára értettem. Tehát, hogy már olyan gyors a szám, hogy... Ja, a levegő kapkodás. Igen. Köszönjük. Hát, mielőtt föltenném Vicky Black kérdését, lenne nekem egy kérdésem. Nem tudom, provokatív vagy nem provokatív. De ez pedig úgy hangzik, hogy... minden zenekarnak van vágya arra, hogy rögzítse a számokat, felvegye, albumokat adjon ki. Ti ezzel hogy álltok, hogy látjátok, hogy vagy meg videoklipet forgasson? Ti ezt hogy honnan közelítetik meg? Nyilván minden zenekarnak vágya, meg kötelessége is, hogy ezeket a dolgokat felvegye, és hogy ha már szeretne a rajongókhoz eljutni, akkor ezt feltegye a internetre, vagy bárhol meg tudják hallgatni. Mi is azon vagyunk, hogy minél több számot megosztunk velük, de nyilván mi sem vettünk még fel minden számunkat. Majd egyszer, hogy nagyon sok pénzünk lesz, és rengeteg stúdió tapasztalatunk lesz, hogy ne kelljen heteket eltölteni a stúdióba, és meg tudjuk ezt gyorsan csinálni, akkor megcsináljuk. De jelenleg szerintem, hogy két lemezi anyagot kéne felvennünk. Igen, azt akartam pont kérdezni, hogy azért népdalokban rendesen el vagyunk látva. Tehát így nagyjából nektek a életművetek így előre megvan, hogy körülbelül... Sőt, ahogy mondtad, még azt is lehet, hogy egy dalt több változatba is rögzíteni, mert benne van a lehetőség. Lehet-e, provokatív kérdés, lehet-e, hogy te mondtad, hogy őszinte, ez érzés, lehet-e ezt az egészet hitelesség nélkül csinálni? Lehet. Amúgy lehet. Tehát, hogy kimegy az ember, és azt mondja, oké, nekem ez csak pénzkereset, kimegy, csinálom, vagy valami pózőr vagyok, vagy pedig tényleg azt mondom, hogy engem megérint ez, amit előadok. Azért érint meg, mert ha nem érintene, meg nem csinálnám. Tehát ezt akkor teljesen más zenével próbálkoznánk. Lehet, hogy már akkor szétesett volna a zenekar. Valahogy azt érzem, én, hogy bekerültem a zenekarba, hogy akik benne vannak, azok szoktunk például próbálni beszélgetni, hogy
de vigyük el az öltözéket, még akkor is, hogyha mondjuk az adott koncerten nem öltözünk, legyen ott, mert az adott, tehát a szituáció, hogy ott bekerült, akkor meg legyen, öltözünk be, és persze, akkor vigyük. Úgyhogy... Ez valamiféleképpen tisztelet is a közönség felé, hogy én minden... Oké, ugye én elmegyek egy fellépést, engem nem érdekel előtte, milyen lelkiállapotban vagy, hogy milyen beteg vagy, hogy épp hogy ér. Ha te kimész a színpadra, én elvárom, hogy az a látvány legyen, az a hangzás legyen, és az az érzés legyen, amit én szeretnék. Igen, ez tisztelet a közönség felé is, meg eleve a népdal felé is. Tehát, hogy az, hogy mi fölveszünk ezeket tehát a ruhákat, az egy tisztelet. Ez olyan, mint hogyha nem tisztelném, meg az esküvőt is tajni ruhába mennék el. B.B. Kinget kérdezték egyszer, hogy miért van az, hogy ő mindig szépen felöltözve, azt mondja, hogy mert az egy ünnep, a zene az ünnep. És hogyha nem ünnepként éljük meg, akkor elveszik. Közben nem fogod elhinni, ki írt Ferenc Tíbel. Csak szívvel, lélekkel és 100%-os odaadással, másképpen mesterkét lesz, és ezt a közönség is észreveszi. Ezt hogy gondoljátok? Tényleg így van? Tehát, hogy elmentek egy fellépésre, egy koncert, akkor kijön az, hogy na most ez egy kigyakorolt póza a tükör előtt, vagy egy őszinte mozdulat? Nem, mi részünk az őszinte tárgyunk, mi nálunk ez így működik. Én a kérdésre azt válasz, hogy lehet így is csinálni, de rengeteg olyan zenekar van, akik összeálltak, négy ember, egy menedzser összehozta őket, és akkor megszadva, hogy jövő héttől ti lesznek a sztárzenekar, te ezt csinálta, azt csináltam, lehet így is csinálni. Mögöttünk nem áll ilyen ember, mi ezt a saját szívünk alapján, ahogy mi érezzük, úgy csinálunk. Volt nálunk olyan, aki játszott ilyen zenekarba, és mondta, hogy úgy nézett ki, hogy fellépés, hogy jó estét kollégák, utána viszontlátásra kollégák, tehát hogy semmi kapcsolata nem volt senkivel, és ő azt úgy élte meg, hogy a kreativitása kezdett hanyatlani, tehát nem tudott otthon dalokat írni, teljesen ilyen fás volt lett egy idő után. Mennyire fontos, hogy az ember kreatív legyen? Kell. Az egy fontos része szerintem. Tehát eleve a zene is az egy kreatív dolog az életben. Most a zenére így visszatérve, hogy ilyen kreativitás, hogy mi például, hogyha fölmegyünk a színpadra, akkor nálunk nincs az, hogy akkor most ezt így kell eljátszani, hanem mivel szabad. Tehát szabad keze van mindenkinek benne, tehát aki benne van a zenekarban, akár improvizálhat is, tehát hogy fent egy adott... Tehát hogyha belegondoltok, a népdalok is pont ilyenek voltak, hogy amilyen adott pillanatban volt, amilyen hangulat, hogy gyorsabban, lassabban, kicsit kávé hangulatban, üdítős hangulatban adták elő, tehát mindig... Ugye a magyar népdalok attól csodálatosak, hogy van dalunk, hogyha szomorú az ember, van dalunk, ha vidám az ember, mindenre tudunk hozni valamit. Nekem van olyan például, hogy van egy szám, játszuk, és fönt a színpadon találok ki valami új ötletet, és addig az akkor azt fogom használni egy következő fellépésen. Igen, ezt meg akartam kérdezni. Fejlődés fontos, hogy minden próbára, fellépésre menjetek előre? Hát fontos. Fontosnak fontos. Csak az a baj, már mindenkinek megvan a saját terete. Úgyhogy most már nem az, mint régen, amikor én, tudom én, 20 évesen hazamentünk, hogy úristen, most akkor 4 órát gyakorlok, hanem most mindenkinek megvan a saját maga dolgot, a család, mit tudom én, úgyhogy hát a fellépés a gyakorlás. Igen. Lassan most már annak is örülünk, hogyha egy hónapban kétszer el tud menni próbálni is. Igen. Akkor most megyünk egy kört, miért föltenni Vicky Black kérdését, tehát úgy hangzik, hogy minek látod magad? Valaki, aki zenél is mellette dolgozik, vagy csinál valamit, vagy valaki, aki csinál valamit és mellette zenél? Én egy egységet látok, amit mondtad, hogy én zenélek is és dolgozom, és mellette meg vannak hobbiaim, amik a zenéhez is köze van, mert ugye fénytechnikával foglalkozom, meg van egy barátom, aki hangosítással. És motorozol is, mint kiderült, és most adtál el egy motort, és most ez igen. És milyen motort adtál le? Egy Honda VTX 1.8-ason volt, ami hát ugye nagy álmom volt, de
most egy kicsit pihentetem ezt a dolgot, benne vagyok egy klubba, gondosodó klubba. Úgyhogy Gyuri is motorozik, ő a Yamahásokat választotta. Igen, nekem egy Dragstarom van. Nekik is van klubjuk? Biztos, hogy van, csak én nem vagyok semmilyen klubot. Hát akkor te motoros vagy ennyi. Én, igen. Meg én napi szinten használom inkább a motort, tehát melóba járáshoz is. A Máté meg inkább a motoros túrákra ment. Akkor egy kérdés. Most, hogy nincs motor, hiányzik? Nagyon. Nagyon. Persze, klubtag vagyok. Ugye a Shadow Clubnak vagyok az egyik tagja. És most, hogy eladtam, tehát ennek a klubnak azért része az, hogy egy motor tulajdonosnak kell lenni. Na most én sokat tettem a klub érdekeiben, tehát hogy szerveztem programokat, és kaptam az elnökségtől 2 évet, hogy legyen egy motorom újra, nagy lelkiségből, tehát ugye eleve ott is barátságok vannak, és azért 2 év múlva, hogyha tehát nincsen motorom, akkor egyértelműen akkor megszűnik a klub. És lesz motorod? Hát én szeretnék, úgyhogy mindenféleképp igen. Hát, hölgyek, urak, eljutottunk az a dramaturgiai ponthoz, föl kell tennem az egy csodás nejemnek, Viki Blacknek a kérdését, aki ezt a műsort kitalálta, megalapította, ez pedig úgy hangzik, hogy ki vagy te? Ugye ez a műsor címe is. Nem kérek rá pszichológiai, szociológiai, te semmilyen, tehát nem kell túlgondolni. Az első szó vagy mondat, ami az eszetekbe jut, azt kérem szépen. Szóval, ki, honnan indulj, onnan, ki vagy te? Én egy tökéletes srác vagyok, aki szeret zenélni. Ennyi. Igen, hát ezt én is ugyanígy gondolom, tehát a zenélés az nekem úgy néz ki, az egész életemet végigkíséri. Mellette meg a családommal szeretek lenni, nem menekülök otthonról, úgyhogy ez egy nagyon nagy része az életemnek, úgyhogy ez vagyok én. Mennyire fontos a családi háttér? Nekem nagyon fontos. Családcentrikus vagyok, és szerencsés vagyok. Tehát 2 lányom van, egy 21 éves, meg egy 13 éves. És nekem azért fontos a családi háttér, mert ideig ők kísértek el. Tehát az ideig életemben, és mindig hátam mögött álltak. Tehát ők kritikusak veled szemben, amit csinálsz? Vagy elmondják, megkérdezed a véleményüket, hogy ez hogy tetszik, az hogy tetszik? Feleségem nagyon toleráns, nem kritikusak. A lányaim azok egy kicsit keményebbek azért, úgy néz ki, hogy ők inkább rámütöttek ebben a dologban. Megmondják, hogy apa most jó voltál, vagy azt mondják, hát azért most... Nem. Úgy tűnik, hogy valahol még fölnéznek rám, tehát nincs az, hogy én mondjuk hibát követnék el. Úgyhogy... Akkor innen is üdvözöljük őket, és nézzenek csak fel rád. Igen. Van miért. Én? Ja? Családi háttér. Családi háttér. Támogató. Hát én még nem vagyok nős, gyerekek sincsenek. Én van egy párom, szokott engem támogatni. Ez a mernél most mást mondani helyzet, igen, ugyanis elkísérte a párja, itt ül, üdvözlünk, innen is, és most nagyon őszintén tudsz beszélni, így és van. Szabadon. Így van, ilyenkor nincs, hogy ott szoktam mondani. Mit akartam mondani? A koncerteket támogatja, meg ezt az elejé stílus is nagyon támogatja, a próbákat nem lehet késődni, ez haza, blablabla, de megint nekem kell csinálni a vacsorát, de amúgy elmondjuk. A férj bátorság egyenes arányban van a feleségtől való távolsággal. Tehát én is nagyon bátor vagyok, nem vagyok otthon, nem talán nem vagyok bátor. Ja, az a baj, hogy most ezt hallotta is. Jaj. Mindegy. Mint tudjátok, mi is család vagyunk, a Roppagoda család, meg így is család vagyunk, úgyhogy üdv a családba. Nincs befogadó ceremónia, nem kell vérszerződést kötni, vagyont rá, semmi. Ha egyszerűen örülünk, hogy itt vagytok, ha tudunk segíteni, és írjatok, keresétek Viki Blacket, olyat nem ígérünk, amit nem tudunk betartani. Tényleg önzetlenül segít, tehát.
És mindig szoktam hozni így a riport végén egy összefoglalást, hogy milyenek láttam az aznapi áldozatot, elnézést, vendéget. Titek, először is egy személyes kijelentés, nagyon örülök, hogy eljöttetek, mert nagyon egyediek vagytok, és én nagyon sokat dolgoztam rajta, hogy ti itt legyetek, így személy szerint is. Viki is dolgozott rajta, de tényleg örülünk, hogy így remélhető legközelebb teljes tagsággal most így itt vagytok. És ha én egy szóval akarnálak titeket, és nem megsértve, de kicsit ti vagytok az a tükör, aki kicsit a minket, azt mondja, hogy emberek, mindegy, hogy hova mentek a világba, mi nézzetek bele, és ti ezek vagytok. És olyan módon mutatjátok meg, hogy érdekesen. Mert a népdalok nagyon érdekesek, jók, csak a fiatalság néha tanítják, és kb. Elmegy mellette. De ebbe a csomagolásba. Azt mondja, hát ez tényleg erről szól. Ez van benne. És mellette ez a zene. Tehát én nagyon szépen köszönöm, hogy újra, vagy úgy kinyitjátok a szemünket erre a világra. Úgyhogy tessék csinálni. Köszönjük szépen. Én ezt gondolom, ez nem a roppogodó, ez az én véleményem. A roppogodónak az a véleménye, hogy csináljátok, tessék zúzni. És így a beszélgetés végén kérnék szépen egy-egy elbúcsúzást, úgyhogy mit üzentek a roppogoda nézőinek, mit üzentek a Zinfield zenekar rajongóinak, potenciális rajongóinak. Hát most nem dobjuk át, ez nem az a helyzet. Jó, hát én üzenem a rajongóknak, hogyha tudtok, akkor gyertek el a koncertjeinkre. Mi ott leszünk, az fontos része. Hát, mást... Roppagod a nézőinek? A nézőknek az, hogy nagyon jó az a televízió, ami minket most itt megfogott. Ugye az egész hozzáállás, amit itt kaptunk. Köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehettünk, és... És járjatok koncertre. Járjatok ti is koncertre. És világbéke. Igen. Köszönjük szépen a Roppogoda TV nézőinek, hogy megnézték ezt a műsort, meg hogy meghallgattak minket. Majd kanyarodjatok át a mi Zinfield oldalunkra és a Facebookon, és ott is meglátogatjátok be a mi oldalunkat. Illetve járjatok koncertre, mert nekünk az a legnagyobb visszajelzés, hogyha minél többen vagytok, minél több ismerőst elhoztok, és minél többen megismertek minket. Köszönjük szépen! Igen, és hogyha pengedőt szeretnétek, akkor gyertek oda és kérjetek. Így van. Főképp tőled. Doberőt is lehet kérni. Ha kell a hangszálaimat is odaadom. Hát uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást és eljöttetek. Kérnék szépen egy elbúcsúzást. Nem tudom, van-e a zenekarnak csatakiáltása, felkiáltása, valamilyen... Sziasztok! Akkor ezt tessék egyszer. Igen. Tehát egy, két, há... Sziasztok!